Tökéletes! Köszönjük szépen! Jó estét kívánok! Kedves nézőink! Igen, ritkán olvasunk fel bíráló levelet, amelynek oka általában az, hogy többet kapunk dicsérőt. Ez már ilyen dolog, de azért... Mennyi az arány egyébként? Nem tudom én ezt. Én nem olvasok ilyen felméréseket. Nálad vannak a vegyem mutatók, el. Sándor, igen. Légy szíves, ne vedd elő, csak a mutatókat olvasd. Szóval valószínűleg önök szeretik a műsorunkat, de nem mindenki. Méhes János Szegedről, a Gáspár utca 2-ből a következőt írta. Te szemét liberál borsevik, kozmopolita, zsidó... Borsevik? Borsevik. Borsevik. Hát annak van értelme. Rólad írnak. Rólad írnak. Előre. Liberál borsevik. Több komolyság. Te szemét liberál borsevik, kozmopolita, zsidó bérenc. Anyád az, aki kavicsért kefélt, amikor bejöttek az oroszok, most meg kavicsbányája van. Tisztelettel Méhes János. Mindehhez egy képet is mellékelt a bajvívó magyarokról. Köszönjük őszinte sorait. De ezt kinek címezte? Laci, Heti Hetesnek. Kinek címezte? Heti Hetesnek, úgy általában véve, igen. Köszönjük szépen. De kinek van itt az anyjának kavicsbányája? Most mondd meg. Én nem tudom, én nagyon rég nem voltam otthon, lehet, hogy azóta... Ez a kavicsért kefélt, azt ismeritek, ugye? Amikor... Nem! Egész ne, máshova kellett. Kavicsbányailag egészen máshova kellett volna ezt küldeni. Szóval a férj leküldi a feleséget, hogy keresen egy kis pénzt, nem árta az a költségvetésbe, és hát adja el magát az utcán, álljon be prostinak, és jön vissza az asszonyka egy nap múlva, hogy fantasztikus a kereset, kereste 253.413 forintot. Három? Ki az a hülye, aki 3 forintot fizetett? Hogy ki? Mindenki! Na, a következő levél, amelyet Szilvási Istvánné írt Nyíregyházáról, szintén tartalmaz... Azt nem osztható az összeg, amit mondta 3 mondat. Így fejben összeadtad a számjegyet? De ez nem tapasztalati matematikai cél. Miért? Hát mert a 4-es külön van, 412.003 forint, ez nem lehet. Na de a számjegyek összege osztható 3-mal, akkor osztható az adott szám. Na de így fejben összeadtad a szám... 1 meg 2 az 3, az osztható 3, a 3 külön osztható 3, a 4 az kimarad. Fejben összeadtad a számjegyet. Szeretném üdvözölni Patolgi Ferencnél. Köszönöm. Igazad van, abszolút. Köszönöm. A következő... És akkor még a Teddy nem is szólt hozzá, hoppá! Aki már ezt az egészet köpgyökre emelné. Még. A következő levél, amelyet Szilvási Istvánné írt Nyíregyházáról... Kinek a papné? Tudod, hogy van. Szintén tartalmaz bíráló sorokat. Idézem, tisztelt Friderikus úr. Mindig tiszteltem önt, már csak azért is, mert földi, és szerintem igen nívós műsorokkal szórakoztatta az országot. De a múltkor, amikor megláttam a Heti Hetes műsorában azzal az öltözékkel és azzal a sapkával, felszökött bennem az adrenalin szín. Szerintem nem csak bennem. A többiek fel tudtak öltözni rendesen. Higgye el, szolidan öltözve is Friderikus László lesz. Az ide. Jaj, az ide van, nem lehet az ide. Ah, benne van. Az is nagy dolog, hogy a vezeték nevét megjegyezte. Na, azért az is dolog. Szép, hogy Friderikus. De tényleg ezt írta. Fidi, te lesült tehénbe vagy? Volt neked az a kalka, tudod, mire gondolok, az a tehenes. Adjál egy közelít, légy szíves. Csak kötek egy, addig én megigazolom. Nem, ez a sötétítő függönyt hozta el, de nagyon jó. Én feladtam, én Mao Tse-tungnak öltöztem, mert tudtam, hogy melletted nincs reményem. Egyébként van is benne valami, így, hogy... Kis sapka még neked is kéne. Én munkatáboros. Jelmezdége. Tudni kell, hogy a zakót, a bajortól kaptam a születésnapomra. Ez bányász egyenruha?
Engedj meg, hogy én is megköszönöm, én több száz levelet meg telefont kaptam. Jaj, hány százat, Teddy? Igen. Hány százat? Jó, de ez most érthető volt, meg kértem, úgyhogy köszönöm, pontosan tudom, hogy mit kell csinálni, egyértelműek voltak a válaszok, de engedjék meg, hogy ezt most ne áruljam el, mert azok is megtudják, akik nem ugyanazt akarják, mint én. Kicsit rébuszokba beszéltem, de két forró nyomon már is elindulhattam, egy idős néni telefonát, hogy már 20-an vannak, és bárhova elmennek értem tüntetni. Ez nagyon tetszett, és Dunakilitiből egy bácsi telefonált, hogy nem tudja, hogy miben tudna rajtam segíteni, de féláron tudna nekem 230 alig használt golflabdát. Móricz Tamás, ami hűséges nézőnk, lassan heti hetes bögre csárdát tudna nyitni az ajándékokból. A múlt héten talán emlékeznek még rá, hogy felolvastuk a tinnyei polgármester 2001-es évi 9-es számú önkormányzati rendeletét, amelynek második paragrafusa így szólt. Nyilvános prostitúciót követel az a személy is, aki az évszakhoz képest kihívó ruhában az út mellett áll. Móricz Tamás eképpen reagált a hírre. Tinnye vezetőinek egy figyelmeztető tábla felállítását javaslom a falu határában. Tisztelt vendégeink, tájékoztatjuk önöket, hogy a faluban áldogáló nem az évszaknak megfelelő öltözékű lányok mellett lassító vagy megálló gépkocsik rendszámát rögzítjük, és azok olvashatóak lesznek a www.tinje.hu oldalunkon. Hölgyeim és uraim, Bajor Imre! Gánolgy János! Hernádi Judit! Kós János! Friderikus Sándor! Farkasházi Tivadar! Egy moziba és egy sörözőbe helyezték át a Megyesi Péter és Kunce Gábor részvételével meghirdetett agrárfórumot, mivel a Debreceni Egyetem rektora politikai rendezvénynek minősítette azt. Később Veszprémben is így jártak. Úriember nem így csinálja. Úriember először megveszi az egyetemet, ugye? És mint a sajátjába bármikor bemehet. Miért nem érdeklődtek a Havastól, hogy hogy kell ezt csinálni? Igen. Nem tudom, tovább olvastátok-e a cikket, de... Hogyne, hát reggelig. Én valóban. És úgy egészül ki ez a cikk, hogy Németországban megkérdezték, két tudósító megkérdezte, hogy hogyan van ott a politikával, tehát az egyetemek hogyan vannak a politikával. Németországban olyannyira természetes és magától értetődő, hogy a liberális egyetemi szellem nem tűri a megkülönböztetést, hogy például az ilyen és ilyen egyetem sajtóosztály nem is értették tudósítónk kérdését. Bármikor bármely parlamenti párt képviselőjét meghívhatják bármilyen jellegű beszélgetésre, előadásra, konzultációra. Az egyetemi önállóság egyébként nem lenne összeegyeztethető bármilyen diszkriminációval, egy-egy párt képviselőjének a megkülönböztetésével. Egy politikusnak joga van bárhol beszélni, beszélgetni, híveket szerezni, az embereknek pedig joguk van meghallgatni őt, vagy hátat fordítani neki. Hát erről van szó. Emlékeztem, amikor legutóbb a Fridi itt volt, beszélgettünk arról, hogy a pedagógusok szervezet idős nyugdíjasai nem kaphattak vörös szegfűt, kicserélték sárga rózsára, és a Dél-Magyarországban itt valaki, jól nem tudom elolvasni a nevét, én kéze van aláírva, de nem akarok idegen tolakra ékeskedni, felolvasom. Például ott a kisgazda szimbólum a búzakalász, a fideszesek nem vehetnek magukhoz kenyeret, de ha már itt tartunk, sem bor, sem békességet, sem többágú gyertyatartót. A fideszes fölnéz az ég, és már nyúl is vadászpuskájáért, mert odafönt SZDSZ és szabad madarak körülöznek, és félő letipolják az agyonöntözött lilium ültetvényt. A narancsnak viszont rejtett tavaszi útvonalat biztosítanak, mert arra számítanak, hogy az ellenzék hordozható narancspréssel járja majd a piacokat, zöldségeseket elemes gyümölcscentrifugával rond be minden narancsot tároló boltba. De ezt meg lehet ügyesen oldani, Kolozsvárot voltunk, és bementünk egy vendéglőbe, és ültünk a teraszon, és kértünk ételt, meg italt. Mondták, hogy itt csak inni lehet, bent lehet ételt kérni. Mondtuk, akkor bemegyünk. Bementünk, és rendeltünk ételt, semmi probléma, és kértünk hozzá italt. Mondták, hogy itt bent csak enni lehet, inni az csak kint lehet. Megfogtuk az asztalt, és kivittük az ajtóba, és a Marton kinn ült, én benn ültem, és akkor így cseréltünk.
Az Oktatási Minisztérium 7,5 milliárd forintos debreceni egyetemi fejlesztésekhez további 1 milliárdot juttat új könyvtárak építésére, jelentette be Pálinkás József oktatási miniszter kedden a debreceni városházán tartott sajtótájékoztatóján. Na hát ez az óriási fejlődés. Ugye régen, ha bement az ember valahova, azért kellett fizetni, most viszont, mint ez az előbbi hír mutatja, azért fizetnek, ha valaki nem lép be valahová, nem? Bajol, viszont te szakember vagy. Abszolút. Mindenben. A fájminisztert hogy hívják? Nem tudom, ugye kérdezem a Havast. Harry? Igen. Kit? Boros. Nem, Viszkis, ő Boros. Na, hogy hívják az oktatási minisztert? Pillanat, türelme. Mit? Nem, Viszkis, Pálinkás. És miért nincs Sölyös miniszter? Hát ez te vagy, nem tudom. Te vagy a... Hát te vagy a nagykövet, édes pillanat. Úgy is néz ki, mint a Sörös nagykövet. Mi van? Azok ilyen megfontolt emberek, mint te, persze. Nem kap minden héten köszvényt, mert az sörözik. Hát azt... 40-féle sör lesz a könyvbemutatómon. Nekem mondod? Lesz te írsz erről? Tessék? Majd néha próbálj meg egy pofasört azért meginni, hogy legalább tudd, hogy milyen az íze. Ha már íze. De, gyerekek, te ezt rosszul látjátok, ezt a hírt. Hírt. Igen. Megmondom miért. Most meg kell várni a választásokat, hogy alakulnak, ugye? Na most, ahol olyan polgármester lesz, aki megnyerte a választásokat, világos dolog, neked oda kell költözni. És ettől te rögtön épülsz, szépülsz és fejlődsz. Ilyen egyszerű. Nem? Bejárod az egész ország. De van egy óriási ötletem. Ha neked Debrecenben sok a könyvtár, akkor neked oda kell majd menni. Hát oda kell menni a könyvtárba, ma az egyetemre nem fognak beengedni, azt látom. Bocsánatot kért a szülőktől és a diákoktól is Dél-Korea oktatási minisztere, amiatt, hogy nehéz volt az idei egyetemi érettséget tesztelő vizsga. Összesen 710 ezer diák adott számot arról, hogy alkalmas-e egyetemi hallgatónak, de egyetlen dolgozat sem volt hibátlan. Később ezt a hírt egyébként helyreigazították. Itt olvas, egy abszolút tökéletes dolgozatot találtak, és nagy örömünkre magyar az illető, bizonyos Henrik Havas néven írt. De tulajdonképpen nem nagyon értem, hogy miért kért bocsánatot, hiszen attól még senki sem lesz okosabb, hogy a kérdések színvonalát mondjuk lejjebb szállítják. De nem, mert Dél-Koreában ismerik ezt a szót. Te hallottál Magyarországon, hogy bocsánat? Na igen. Illetve, hogy nem. De általában az, ne szorogj, ne haragudj, de az is szoktam bocsánat. De ne szólj bele, ne haragudj. Mondd azt, hogy bocsánat. Bocsánatot szeretnék kérni. De tényleg általában az ember azért szokott bocsánatot kérni, mert hogy, várjál, na igen. Azért szokott szólj bocsánatot, bele egy picit, addig. Nem, azért szokott bocsánatot kérni, mert ő hülye, nem azért, mert a másik, ezt akartam. Pedig jó lett volna. Jó lett volna, de még dolgozzál. Hogy magyarul nem zavarunk meg. Megzavartatok nagyon. De ha már hova szóba került, állati ciki a Palinak most valami, azt tudjátok? Mi? Hát nélküle foglalták el Kabult. Honnan tudod, hogy nélküle itt van? Állítólag úgy fogják megtalálni a Bin Ladent, hogy jön a Havas, és a Bin Laden így kijön a földbe. Jön egy böltői port, mi? Hát Bin Laden. Kössön belép. Orbán Viktor a Széchenyi tervről kijelentette, hogy a kormány belátta saját korlátjait, és azt, hogy a gazdaság fejlődéséhez, irányításához a vállalkozókra, a munkaadókra, valamint a munkavállalókra is szükség van. Ha az ember rossz vonatra száll, az sem segít rajta, ha az ellenkező irányba kezd futni, tette hozzá a miniszterelnök. Egyáltalán belindul a vonat? Ezt náluk a kabaj elénekelt az Usztics meg a Diós, hogy ha elindul a vonat, az állomás meg ott marad. Volt a film, tudod, volt a film.
Boldog. Eddig úgy... Ja, bocsánat. Bár, nem mondja, csak mondja, hogy nem. Te vagy az idősebb, mondja, nem. Te vagy az idősebb. Már elfoglaltad az egészet. Hát ő itt vendég. Nem, csak hogy volt az a film, az angol film. Most volt a születésnapod, te beszélsz Kóról? Hát miért? Én megmerem mondani, hogy mennyi volt. 74, és nagyon jól tartja magát. Isten éltessen. Köszönöm. A nézők milliói nevében. Nagyon szépen. Nem, így már nem lesz olyan jó, csak én vissza akartam a hírre térni, hogy ugye eddig ugye bár volt 3,5 éve az Orbán kormánynak. Orbán Viktor nyilván azt gondolta, hogy itt, hogy mondja, hogy rájött arra, belátta saját korlátait, és azt, hogy a gazdaság fejlődéséhez irányítás az a vállalkozókra, munkaadókra, valamint a munkavállalókra is szükség van. Tehát nyilván azt gondolta, hogy viszont eddig a 3,5 éve nincs szükség vállalkozókra, nincs szükség orvosokra, nincs szükség pedagógusokra, tűzoltókra, gazdákra, csak hogy azokat mondjam, akikre fütyült a kormány ebben a 3,5 évben. Régi jó szokás szerint önkritikát gyakorolt, fölállt, és mélyen kibeszélt a problémát. Erre a 4 hónapra. Igen, önkritikát gyakorolt. A Széchenyi terv az ugye tavaly kezdődött, nem? Igen, igen. Azt na, hát abból 5 éves tervet akar majd csinálni. De Fridi, nálad ez a lakcím lenne? Hát neked újságod is volt, hogy a kormány belát, hogy a rántott húshoz pézi, liszt és tojás is kell. Körülbelül ez egy ekkora okosság. Nem, hát nyilván nem. Az előzmények nem. Után lett ebből nem cím. Nem, megvédeném. Nem. Nem. Mert én is szeretnék elhíresülni ilyen. Ha az ember rossz vonatra száll, az sem segít rajta, ha ellenkező irányba kezd futni. És én meg tudom, hogy ki korán kell, maga esik bele. Például. Aki másnak vermetás, aranyat le. Vagy van egy ilyen csomó ilyen. Alapuszi, maska partot most. Ilyen, nagyon jó. Sárnyod, a családodban Dakota véletlenül, mert ez ilyen... János, ezt hoztam akkor neked ajándékba, múlt héten kaptam ajándékot, ezt Amerikából hoztam nektek, a World Trade Center mellett volt egy kiállítás, Dakota festészet, ebben 64 ilyen Dakota... Vonat van benne, Teddy? Tuti, és van Dakota foci benne, azért ajánlom neked. Ne, tényleg van? Köszönöm. Igen. De én jó. Valami de véletlenül szereti ő a Dakotákat. De egyébként tudod, mikor... ő folytatta, bocsáss meg a mondatot ebben a cikkben. Igen. Azt mondta, hogy leszáll a nem. Vonatról. Ezért a, bocsánat, csak precízen. Ezért a kormány másik vonatra száll. Fridi, tanulsíts, mert messze van a János, hogy fociznak a Dakoták. Fociznak. Hát hogy ne híres. Semmi nem utat. Dakota SC, hát jegen, nem jegen. Ballplay. De tényleg olyan kép van, hogy a Dakoták fociznak. Igen. Hát tudjátok kézzel, milyen jó helyzet. Mennek a Sioux a komancsok ellen, azt mondja, lőjünk, lőjön a halál, 245 perc vezeti Púl Sándor, inkább játszunk egyet. Elmaradt orgazmusért nem vagyoni kár megtérítését kéri egy lengyel kamionos a francia bíróságtól. A kamionsofőr egy Párizs melletti parkolóban egy prostituáltal létesített kapcsolatot, amikor a rendőrség belesleg tévedésből lerohanta a kamiont csempészett cigarettát keresve. És mivel nem talált cigarettát, lefoglalták a nőt. Én meg ezúton jelenteném be, hogy elmaradt orgazmusért perlem Sharon Stone-t, Linda Evangelistát, Cindy Crawfordot, Claudia Schiffert, Naomi Campbellt, és még 10 magyart, akiket most nem neveznék meg. Köszönöm szépen. Mexikóba utazott Orbán Viktor a kereszténydemokrata internacionálé ülésére, ahol a szervezet alelnökévé választották. Azért a nacionáléja most már Viktornak elég változatos. Összeállítottam a hétvégi programját. Tényleg. Csütörtök kereszténydemokrata internacionálé, péntek liberális internacionálé, szombat szocialista internacionálé, vasárnap Milán internacionálé. Nála ez a sok munka megkötelez, itt nincs összeférhetetlenség, mint nálad? Nem is tudom, mivel tölti a szabad... Kolbásszal tölti a szabad időt. Én is voltam Mexikóban, itt az egyik barátommal. Én vittem ki, tápév szerint. Igen. Milyen internacionálé volt? Kérdezőben megválasztották a tekillant internacionál díszdelezi elnökét. De tudod, hogy itt ültek, volt egy ilyen nagy kalapunk. Istenem, hogy az hova lett? És egyik oldalra tettük a citromot, másik oldalra a sót. Érted? Egy gáz volt, hogy elindultunk egy kirándulásra, meg volt a tequila, meg volt a só, viszont otthon hagytuk a... Hú, de elb***tam. Ez valami már... A tequila volt, a tequila,
Ott hagytuk a kalapot. Mindegy. Mindegy. De egyébként mi úgy szoktuk. Megyünk, jó nap ez megyünk, a mai. Megyünk fellépni, akkor a koskos azt szokta mindig mondani a sofőrnek, azt mondja, angyalom, itt majd, de még Budaörsön se vagyunk, tehát akkor indultunk el a Novotel előtt, tehát lehet tudni, hogy olyan 200 mét, azt mondja a kos. Érzi, hogy nem, ez nem fog neki menni. Hát, már 35 éve érzi, és... Először szól a sofőr. Angyalom, ha majd látsz egy táblát, álljál már meg. Azt mondja, művész úr, mi lesz a táblán? Azt mondja, egy kés, meg egy villa. Olyan még soha nem fordult elő, hogy egy múzeumnál megálltunk volna életben. Tömegverekedés tört ki egy Fülöp-szigeteki karaoke bárban, amiatt, hogy egy férfi hamisan adott elő egy népszerű slágert. Próbáljuk ki, hogy mindannyian énekeljetek valamit. Nekem abszolút hallásom van, tehát előnyben vagyok, ezt előre bejelentem. Nekem is abszolút hallásom van. Adj egyet. Povázsai László né... Nem. Lehet. Mondom neked, hogy nem tudsz olyan dallamot énekelni, amit ne énekelnék után. De soha sem mond. Jaj, hát az olyan könnyű. Te azt, azt meséltem... Teljesen igaz, az van könnyű. Három hang van benne. Na tessék! Balatonfüreden, borhét, tudod? Én ott vagyok szabadságon, nem bírom meginni a bort. Kóst fel az asztalra. Az ő hajóján, mondja neked. Borhét. Hajója is van? És akkor megy a... Én nagyon zavarba vagyok, borzasztóan érzem magam. És oda jön két, rögtön két. Ha én mennék, soha nem lenne ott kettő, ő, hogyha mindig ott van. És akkor százados úr, se hajj! Tudod, megy a történet. És én meg ott ülök, és mondom, elnézést kérek, bocsánat, nem vagyok itt, mondom, ő föllép itt, de hát egy vasat nem kap érte, csak hát úgy érzi magát, hogy mintha kapna, és akkor kiszállt, azt mondja, na, te is énekelj már valamit, mondom, szeretlek is, meg nem itt. Azt mondja, tényleg. Valami magyar nótát. Ez is magyar nóta. Nem tudom a szöveget. Tényleg, mikor iszunk ketten, iszogatunk, és akkor én tényleg, nekem egy barom mániám, fölállok az asztalra. De bárhol fölállok. És fölállok, és akkor mondom, és szajadatos úr, éneklek van, és akkor ő is nem akar lemaradni. És ahol a gyönyörű nagy dalia termetével így megáll így mellettem így. Várjál, és akkor én éneklem, hogy akácos úr, Sasú, Tadé, Emlé. Így van. De miért szégyelled magad? Miért szégyelled magad? Nem tart most, hogyan, nem tudom az akácos úr második sorát, akkor mit énekeljek? Ilyen, akkor már csak hányni jár belétek a lényeg. Kovázsai Lászlón étekem egy levelet, hogy a heti hetes valahányadik adásán énekeljem el. Úristen! Azaz... Na mit énekel? Az a szép, akinek a szemekék. Nincs is benne erbe, tű énekeld el! Olvasd el! Az innen, ebben... Kell nekem mindent. Hát, hogy már azt hiszik, hogy hangzik ebben a... Ebben a nótában egyetlen R hang sincs. Remélem nem találják bántónak levelemet. De tényleg nincs ebbe? Egy se? Nem. Na akkor énekelj. Nem. De! Lehet, hogy ebből... De! Na de ő bele tud csempészni egy pár. De! Halljú! 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 Na, hülyéskedjetek a esküvőben, megkérdez az ország legjobb primás, hogy mi a kedvenc nótám. Mondom, megkérdezem a barátaimat. Sanyi ad neked egy normál A-hangot. És azt csinálsz vele, amit akarsz. Az a szép, az a szép. Akinek a szeme kék, akinek a szeme fekete. Jó magyar dal. Na várjál most, mennyire? Láma, az, láma. Tudod, az az állat. Láma. Láma, az ennyi. Hát, ha onnan a nyakából kiénekelek. Nem tudom a szöveget. De gyönyörű volt, így is. Egyébként ebben a minőségben már nálunk Magyarországon meg is jelenhetne lemezen. Azt is. Ez
Erről jut eszembe, hogy nekem egyszer a Kern, most ugyan nem a mi lemezünkről lenne szó, de, na, de azért csak bemondtad. Kern, nekem egyszer, ha hiszitek, hanem egy éjszaka azt mondta, hogy most elénekli nekem a kedvenc nótáját. Ez nem lehet elhinni róla. És oda ment, és azt mondta, hogy azt húzod nekem, hogy kék ne felejtsd, azt elkezdte húzni, és ez nem az, mondta. Egy hosszú vita alakult ki, a Primás és a Kent között. Ez zongorista, milyen mindegy. Milyen állapotban kell ahhoz lenni, hogy a saját nótádat se ismert föl, az egy nagyon nagy dolog. És egyáltalán nem tudta a szöveget. Nem létezik. De. A Kent olyan lehet, hogy oda megy a Primáshoz, azt mondja, ismerd azt a dalt? Melyiket? Először is szeretném tisztázni. Minden hangnembe tudsz játszani? Igen is, tagságosul. C-be is? Igen is, C-be is. A-ba? A-ba is, kérem. D-be? D-be mindig alszom. A Lisszabonban megtartott Portugália-Angola labdarúgó válogatott mérkőzésen durvaság miatt a vendégek közül a 65. percben már a negyedik angolai játékos kapott piros lapot a francia bírótól. Később egy vendégjátékost sérülés miatt le kellett cserélni, ám már nem volt cserejátékos. Mivel 6 fővel nem lehet meccset játszani, a bíró lefújta a találkozót. A két csapat egyébként tét nélküli barátságos mérkőzést játszott. Na most ez egy óriási hülyeség, hát Angola-Portugál gyarmat volt, hát egy angola-portugál barátságos, mondok képtelenséget, barátságos román-magyar, barátságos szlovák-magyar, nagy marhaság, barátságos szerb-magyar, barátságos ukrán-magyar, és most mondom a legnagyobb képtelenséget, barátságos magyar-magyar. De marad egy marhaság, vagy csak akkor lehet lefújni, hogyha hatan maradnak. Mert mi lenne például, csak én gondolom, hogy hát együtt járunk a meccsekre, igaz, és nézzük a magyar focit, hogyha már akkor is lehetne fújni, hogyha nagyon rossz a színvonal. Képzeld, minden magyar meccsre tartanak 18-20. Azt tudod, hogy belőle a szabálykönyvbe? Bocs, ő bíró volt, azt tudod? Igen. Te bíró. Nem, én, nem, te, ezt rosszul tudod. Zászló volt, partjázni bíró. Én bíró voltam. Én bíró nem voltam soha. Bíró, bíró. Rendes bíró. De mi van? Mit ezek után mit akarsz mondani? Hát le lehet fújni, ha rossz a meccs. Na hát akkor képzeld, de kimehetnénk a meccsre. Magyar meccsek tartanál 16 perc, 18 perc, 20 perc. Láttál már ilyen hosszú meccset annak, ami jó volt? Életem. De nem, hát a Kós egyébként tudod? Te szemét mondjam, te legyen! Az egész stadionban az ő hangját hallod, másnap tudod, fellépés. Kislány a zongorának, helyére! Tehát azt mondja, én nem tudom, hogy mitől mehetett el a hangot? Fogalmam! Martont kivittem a lóversenyre, mondtam, hogy vigyázz, mint mindenféle szemét emberek vannak, össze-vissza ordibálnak, aztán jöttünk haza, kérdeztem, hogy tetszett, aztán nagyon jó volt. Az volt a legérdekesebb, hogy egyedül te ordibáltál. Polgári pert nyert Grespik László. A bírói ítélet szerint a Heti Hetes című műsor megsértette a médiatörvényt, mert jogellenesen úgy tálalták és kommentálták Grespik 1 1999-ben megjelent cikkét, hogy nem különböztették meg Grespik saját gondolatait a más szerzőktől származó idézetektől. A hivatalvezető szerint a Heti Hetes nem műsor, hanem a humor műfaja mögé bújtatott politikai fegyver. Nem merek megszólalni, ma a Verebesnek a helyén ülök. Én meg vagyok sértve, mert aki ma számít, az beperli a Grespik. Mit kéne mondanom, Imre? Már csak, hogy rabtársad legyek. Nem. Elmondom, hogy nem ez a lényeg, hogy annyira elharapozott ez a dolog, hogy én szerintem tényleg valóban csináljuk azt, hogy pereljük be így egymást. Hát ez szemét, ide figyelj! Ott kezdődik a dolog, hogy itt percek óta gúnyolsz engem, hogy én hogy énekelek. Meg hogy mondod az R hangot? Beperellek. Te állandóan az unokáidat dicsekedsz, beperellek. Te mit keresel a férfiak között? Figyeld már, Racsi! Tovább, tovább! Jáksó, te mit keresel a férfiak között? Puss legyen! Reklám! Várj! Hadd mondja el még! Kós, te mit keresel itt? Ja. Téged meg azért perellek meg, mert minden nap benne leszek az újságban. Elnézést! Én meg úgy köszönnék el, hogy a szünet után elmondanám, kit perelnék. Köszönöm szépen.
Most. Hetes. Egy, na most én ígértem, hogy úgy kezdődik majd a szünet után a műsor, hogy én is elmondanám, hogy kit miért perelnék. Közülünk? Drágám, csak te maradtál ki ebben. Köszönöm szépen. Így, ahogy így látom a farkas házi ujat, azért perelném, mert 3 hónapja nem voltam a Hócipő címlapján, ezért például nagyon erősen perelnék. A Hernádi művésznőt 25 éve elmaradt orgazmusért perelnék. A Havast, mert nem lett miniszterelnök, pedig beígérte, hogy államtitkár leszek, így aztán nem kellett volna semmit csinálnom. A Váncsa megitta a viszkimet szünetben, amit nekem hoztak. Még a Havasnét visszamenőleg perelném, mert behúzott egy Royal Flush-t egyszer, amikor kim voltam náluk. A Verebest meg azért perelném, mert őt meg mindenki perli. Hát az nyilvánvaló, miért maradnék ki belőle? Bocsánat, azért még ezt a hírt nem beszéltük át. Szóval Gresvik egy 1999-ben megjelent cikkét úgy kommentáltuk, tálaltuk, hogy nem különböztettük meg Gresvik saját gondolatait a más szerzőktől származó idézetektől. Na most tényleg ebből is bajunk lehet. Melyek voltak Gresvik úr saját gondolatai? Nem az tapsolni, az én vagyok az egyetlen, akit nem perelt be, nem tapsolni. Eddig. Komolyan kérdezte. Az igazad van, kérdeztem. Mert én emlékszem, és én úgy emlékszem, igen? Úgy emlékszem, hogy valóban azok idézetek voltak, de ezzel ő alátámasztani vélte a saját gondolatait. Tehát ő nem zárkozott el azoktól. Tehát ez most olyan, mint hogyha most elzárkozna saját magától. Elhatárolódna. Ennek van egy technikája, én nekem több ilyen veszett perem van. Na. 20 fél... 20 félért beperelik az embert, 19 egyenyelsz, uh-huh. És azzal az egy mondattal körbeszaladják a sajtót, hogy ők megnyerték a pert. A Verebes mester, nem ez a Verebes, hanem az edző, 8 hát tudjuk, mert mestert mondta. 8-szor egymás után kikapott a csapata, és a 9. meccsen nyertek 3-1-re, mire azt nyilatkozta, tudtam, hogy egyszer beleszaladnak a késbe. Na de itt nem részítélet született, nem azzal az eggyel nyert a 19-el szemben. Honnan tudod? Hát mert azt mondja, hogy a bírói ítélet szerint... Hát ő mondja, szerint... hát ez az. De látta már valaki egyáltalán az ítéletet? Nem, Havas úr, mi még nem láttuk. Még nem kapták meg állítólag itt. Ja, mert írásba foglalás az még újabb pár hónap. Ha, uh-huh. Amíg megtanulnak írni, az és tényleg ez... egy hosszabb idő lesz. És ez első fok, vagy másodfok? Nem, vagy ez nem, ez még... siófok. Hát nem mindegy neked? Nem mindegy. Milyen fok? Első fok, igen, még fellebbezhettek. Ingyen étkezést az óvodákban és bölcsődékben, ingyen tankönyvet az általános iskolákban, és 10 000 új kollégiumi férőhelyet ígért Megyesi Péter. Kiígért többet? Szemele Miklós, akiről az Alvinci Eduárdot írt a Krúdi a Vörös postakocsiban. Ő volt az egyet, aki a lóversenyben meggazdagodott, és indult a század elején, illetve a múlt század, az előtti század, most nem tudom, hogy kell mondani ezeket. 19. század, nem? Hát, oh. Igen. Úgy. 19. Igen. Hát minden, honnan tudnád, hogy végül is matematikus vagy? És nóta énekes. Indult a választások, de ugyanannyi pénze volt, mint az ellenfélnek, mint a kormánypártinak. És csak annyit adott a Kortesnek, aki nem tudta, hogy lehet ugyanannyi pénzből segíteni a győzelmét, és azt csinálta, hogy minden paraszthoz oda ment. Azt mondja, magának mennyit adott a kormánypárti előtt? Azt a 10 koronát. Azt mondja, volt pofája 10 koronával kiszúrni a szemét? Azt mondja, adja ide, én 20-at adok helyette. És egy gróf Hunyadi László meg úgy lett felsőházi tag volt, és úgy választották meg 1880-ban, hogy a Kortese minden búcsúba megmutatta, hogy ez az az ember, akit az osztrákok Budán a Szent György téren lefejeztek. Igen. Megkacsott a fejét, és tovább mentek. És mégse gurult le neki. Különös eset.
K-buszt működtet egy amszterdami nyilvános ház. A busz minden megállóban megáll, a férfi utasok egy megállóért 100 guldent kötelesek fizetni. Ezért az összegért annyi szolgáltatást kapnak, ami két megálló között belefér. Csúcsforgalomban a jegy ára 150 gulden. Ja, Demszki, miért nem tud ilyeneket venni, ne? Nem is értem. Csak tömegközlekedni. Mindig attól függ, hogy milyen hosszú, a két megálló közötti távolság, ugye? Majd nálunk. Nálunk, igen. Ma igen. Idősebb száll föl, ugye bemutatjuk a hölgynek, azért tessék leszállni. De várjál! De nálunk az idősebb ingyen utazhat már. És az nem jó, hogy így jársz, tehát. Igen. Moszkva térig valahol csak el lesz. Papa, menjen még egy kört. És a kébuszt, az kégáz hajtja. Sose tudtam, mi az a kégáz? Nem tudom. Kégáz? Azt altatásnál adják azt. Fogorvosok. Édesem mondja. Igen, mert rögtön sajnál is közben. Nem, rögtön elbizonytalanul. Fogorvosok használták érzéstelenítése oxigén tulajdonképpen, és jó, akkor nagyon vidám lesz az ember, tényleg és röhög. Egy filmben egyszer volt valami jó film volt, annyira rögtek, valami japán Rocky volt. Horror Picture Show, nem tudom. Tudom, mi volt. Jó Jucci, volt. Az is egy film, azért. Elvihetnélek egy 2-3 megállóra? Jucika, hazaviszem a busszal. Tudod, mit mond a Jucci, azt mondja, végállomás, tessék kiszállni. Írtam, jó volt. A Defense Security vagyonvédelmi Kft. Többségi tulajdont szerzett az olajtervben, így többségi tulajdonosa lett az Olajber olajipari cégnek is. Mint ismeretes, a Földi László volt hírszerző tiszt, vezette Defend, a kormányváltás után szinte hónapok alatt vált az ország egyik legnagyobb őrzővédő vállalatává. Állami tulajdonú cégek, így a Posta és a Magyar Fejlesztési Bank összesen 1,3 milliárd forintnyi tőkejuttatást és kölcsönt adtak a Defendnek, ám a cég 2000-ben így is 995 millió veszteséget és tartozást halmozott fel. Az a Földi akkor is minden túlél, szóval csapkodnak körülött a dolgok, és ott áll egyedül. Hallottam egy régi történetet, a Széchenyi hegyen leégett egy ház, csak a négy tűzfal maradt meg, és a pincébe 10 mázsa briket. Istenem. Azért én ennek utána olvastam, azért ez egy fantasztikus sikertörténet, ez a földi, ez az egyszeri Földi Laci, aki még ugye mint egyszeri ember, ő talán egy bírfácska. Neked meg volt, vagy miért mondod, hogy Földi Laci? Ha, mert olyan az egész tör, mert az egyszeri Földi Laci, mint a mesébe. Tényleg. Mesélj el nekünk. Megfigyelt, úgy nyírfácskázott, kazettát vásárolt, és akkor egyszer csak úgy megkapta a Fele Királyság a jutalmát, és akkor kapott ezt a Kft-t. Kapta, és nagyon jól vezette, veszteséges lett, de akkor látták, hogy azért nagyon jól csinálja, és akkor a Posta segített rajta, meg is mondom, mennyivel, és én nem akarok én itt, 285 millióval segített rajta a Posta. Abból nagyon akkor, sok nyírfát lehetne ültetni. Nagyon, de nem ültettem, mert akkor meg lenne. Viszont az történt, hogy ebből neki vissza kellett volna fizetnie valamennyit, és ezért volt egy opciós szerződés, de akkor nagyon jó, egyszeri Földi Laci, elolvastam, egyszeri Földi eladta a saját részvényeit ennek a másik ilyen Kft-nek, aminek szintén ő volt a tulajdonosa, és egy opciós szerződés ki, de ezért nem haragudott rá meg a Posta, és akkor megint nagyon jól csinálta az egész dolgot, és akkor megint most már való évben még nagyobb lett az egész. 995 milliós lesz a veszteség, és 565 milliós a tartozás. Úgyhogy már nem is működhetne, ekkor jött a bank. Elmondom az unokámnak, fölsír, esküszöm. Bank, amelynek azt mondja, Baranyai László, az akkor még vezérigazgató helyettes volt, azt nyilatkozta, hogy a Magyar Posta adta az ötletet azért, hogy a Defendnek kell adni pénzt, ugyanis a Defend dinamikusan növekvő cég, jó megtérülés ígérő befektetés, ezért alapos banki elemzés után döntöttünk így, hogy kifizettek nekik, azt mondja, hogy 800 millió összeget fizettek ki nekik. Na most ez valószínűleg tényleg ennek a Baranyainak is bejött, mert azóta már nem vezérigazgató helyettes, hanem vezérigazgató. A mindenit. Jucci, én egyszerűen el vagyok ájulva. Azt mondd meg, hogy te egy héten, mondjuk az elmúlt héten milyen darabokban játszottál? Nagyon sokat dolgoztam. De annyit hadd mondjam, kedves gyerekek, jövő héten Hernádi Jucci néni legújabb pereiről fogunk mesélni. De Jucci, hát a fejedben lehet 6 színdarab. Van. Ugye van 6 ilyen kis tasak a fejedben most, mennyi? 5.
öt színdarabban. Nekem és közben van ez az egész történet. Neki mennyi? Hat? Most nem lehet, hogy megszavazzuk, nyolc. Nyolc van. Most nem lehet, hogy egy Shakespeare-be azt válaszolod, hogy Baranyai, vagy Defend, vagy de Duke lehet, van. De akkor azok szépen mosolyognak rám, és tovább megyünk. A Júci különben nagyon jó nevekben játszunk együtt, és amikor van neki... Hát nem tudok segíteni, mert én sem tudom, amit neki kell. Igen, sajnos a nevekkel problémám van. De hogy ezt egyszerre ötöt? Nem tudom. Hogy olyan nincs, hogy véletlenül a másikból kezdesz el mondani valamit? Nem, ilyen nincsen. Tényleg nincsen. Az elő szokott fordni. Miért? Hát az valami. Hát velünk nem. Színészekkel sem. Ne arra úgy. Hadd mondjak valamit, jó? Azért add dicsekedjek, ne haragudj, hogy angolul is játszottam most, igaz, egy hogy kérdő. Egy néma szerepet, tegyük. Nem tudom. Hülyesség! Nem, írtak be nekem még plusz egy néma jelenetet, de az még azóta... Angolul? Igen. Nagyon nagy dolog. Angolul, némának lenni, én akkor voltam négy japán filmben. Két szöveges, és a Kyuszákkal beszélgetek. Én is szeretnék dicsekedni. Operáciát bejátszottam a Vígözvegyet, ugye? A legnagyobb prózai szerep az enyém. Hogy? Igen. Csend! Mondom, a legnagyobb prózai szerep az enyém volt, aztán mondták, hogy megyünk Németországba két hónapra, mondom, minek? Azt mondja, hát ott fogjuk játszani, mert végül egy németű, hú, az anyja úristen. Én büdös szót nem tudok németül, bevágtam, 60 oldalt bevágtam németül, majd a színetár mondtam. Ernest Brüner. Majd mondta a színetár, azt mondja, februárban megyünk Japánba. Húha. Na kérlek szépen, megnyugtattak, hogy Japánba... Beszélek magyarul. Magyarul kell mondani. Csak erről az, hogy össze lehetett éveszteni két darabot. Kint turnéztam külföldön, Szovjetunióban, elnézést kérek. Ne! Három gyerekek, hónapig. Majd jöttem kinek haza, a pop, és a magyarországi első fellépésemen énekeltem a műsoromat, és két dal zseniálisan hoztam úgy össze, hogy mindenki észrevette a nézőtén, a zongorista is, csak én egyedül nem, mert elkezdtem énekelni a Mondjátok meg Máriának a verzét, hogy ismét róla álmodtam az éjjel, gyönyörű volt az enyém, harcolok egy hűtlen álomképpel, ő lesz kigyős a veszteség, és most hogy mondját, és én elkezdtem, kapitány! Becsületem! A 80-as években, bocs, Miskolcon, azt hiszem, van postás művelési ház? Hogyne. Saját szememmel láttam hatalmas plakátot, Kós János nagy sikerű szovjet turnéja előtt utoljára Magyarországon. Tényleg? Hadd kapcsolódjak már ehhez, hogy ennél azért sokkal jobb sztorik, megjelent héten Kalmár Tibornak. Nem sokkal jobb sztorik. Hát sokszor jó sztorik vannak benne. 100 sztárról sztorizok, ez a címe. És csak mutatnám a címlapot. Én vagyok, hogy... itt vagyok igen. Én. Igen, itt vagyok. Ez a Júci, ez a Gálbőr. És hát most mondjátok meg, mit mondott a Verebes, azt mondta. Hogy miért nem fért rá erre. Mondtuk, hogy alul ugye mi vagyunk. Ide ráférne, de itt meg már minek. Hát szóval... Csak annyit a könyv érdekesik, hogy hátul is én vagyok, de hát mondjuk ez nem. Bánáti János, a Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkára szerint Bárándi Péter ügyvéd nem a kamara hivatalos álláspontját képviselte akkor, amikor az RTL Klub hírműsorában kijelentette. Újszerű felfogása a jognak, hogy az ügyészség arra hivatkozva hagyta futni Schlecht Csabát, hogy a majdnem 100 milliós tartozással eladott cégnek nem volt vagyona. Ennek a hírnek minden ügyvéd és adócsaló örülni fog. Hogy mennyire tulajdonképpen találékonyak itt a környékünkön, Szlovák adós paradicsom címmel megjelent egy cikk, és a Schlecht Csaba nyomán azt mondja, a pozsonyi hátterű Csődkredit Kft. Borsos utalék ellenében kiutat mutat az adósságcsapdába került magyar cégek tulajdonosainak, szlovák befektetőkkel hozza össze őket. Tehát ezt, ami tulajdonképpen precedens értékű döntés volt Schlecht Csaba esetében, egy szlovák cég már tulajdonképpen meglovagolta, úgyhogy hosszan le van írva az ötlet, innentől kezdve mindenki, akinek valamiféle csődje támad, forduljon ez a szlovák céghez. Ugyan én nem vagyok az ügynökük, de meg lehet úszni, és ugye azt fogja mondani akkor a ügyészség, hogy nem volt vagyona a cégnek, tehát 100 milliós tartozással futni engedte. Úgyhogy akinek nincs vagyona, de hát jó sokat lopott, az futhat. Mit olvassak? Olvassak valamit? Na, csak ezt hát, ez a négy sót. A Friderikusz jel, mint a Nyilas Misi a Pósalaki bácsi mellett. Hát. Ezt a négy sót és az aláírást. Ugorjunk.
Tisztelt Hölgyem, Uram, ezúttal értesítjük, hogy a Zenit Nyomdaipari Részvénytársaság 2001. október 15-i cégbírósági végzéssel a nevét megváltoztatta, a társaság új neve Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Részvénytársaság. Aláírás Kövér Szilárd, elnök. Ilyen embereket vesztek a szátokra, mert ő is ott volt ebben az ügyben. Én esküszöm, hogy nem, ők én komolyan mondom. Nem, ugye nekem, de ez nem segít. Dehogy nem. Már királyi. Nem a Kövér Laci testvére? Kövér, aki a Schneck. Ez egy kérdés volt? Én kérdezem. Én csak ülök melletted. Na de nézőket muszáj tájékoztat. Igen, hát vagy az Ajnes Szilárd, vagy a Kövér Laci testvére. Szóval nevektől függetlenül el tudom képzelni, hogy jövő össze azért lesz ilyen bírósági tárgyalás, hogy azt mondja egy bíró, hogy kérje a következő kérdést, vagy megáll 5 évnél. Ezt mi ne értsük, ne értsük. Az Andrássy út 60-ban, februárban megnyílik a Terror Múzeum. Jaj. Az épület eredetileg nyilasház volt, majd az Ávónak adott otthont. Műsorvezető Máté Kriszina. A leggyengébb Máté. Mutass egy adalékot, Máté Krisztiából. Te voltál Máté Krisztiából? A havas például még sose volt Máté Krisztiából. Nekem már megvolt Máté Krisztiából. Ja. Már úgy értve, hogy hát paródiában, igen. Nagyon jó voltam benne. Én nem tudom, mit mond rá, de én nekem tetszett. És az a lényeg tulajdonképpen. Lapkus! Menjünk tovább! Visszatér a hírre. Nem tudom, hogy tovább olvastátok-e, azt mondja, hogy a 20. századi intézet közalapítványa e létesítményben kutatóhelyet is működtet majd, mármint itt a Terror Múzeumban, és az épület rekonstrukciója, valamint a múzeum kialakítása mintegy 3 milliárd forintba kerül. Te Sanyi, egyszer vettél vagy adtál egy ilyen lélegeztető gépet gyerekeknek, az mennyi annak az ára? Hát akkori ára volt, azt hiszem, hogy egynek volt talán 600 ezer forint. Ugye gyerekek, ebből a 2 vagy 3 milliárd forint, hát mi szükség van? 5000 lélegeztetőgép. Ezzel megáll az agyam, hát miért, amikor úgy áll a magyar egészségügy, ahogy áll? Hát szóval miért? Ez nem... És ha most... Bárki azt mondja, hogy ez demagógia, nem azt szerintem, mert terrormúzeum, minek kell terrormúzeum? Hát bekapcsolom a tévét, azt... Nem baj, hogy van ilyen, csak addig, amíg más problémák vannak, addig talán de nagyon nagy problémák lehetnek. Vannak szerintem. Így van, tehát... azért mondom... Helyreigazításra kötelezte a bíróság a Népszabadságot, mert nem bizonyították azt az állítást, mely szerint Vonza András saját kezűleg írta volna egy belső minisztériumi anyagra, hogy aki ezt ellopja, mesztelen fenékkel szálkás deszkán tolom a pokolba. Azt a felperes sem vitatta, hogy a miniszter parlamenti meghallgatására szánt felkészítő anyag elnevezési dokumentum első lapjának tetején szerepel az idézett mondat, alatta pedig a Vonza szignó, ám azt állította, hogy a kézírás nem a minisztertől származik. Miért baj ez? De miért? Ez olyan szó. Igen, a miniszterére ezt vállaltam volna, ezt a mondatot. Hát ez egy jó mondat. Most mondd meg. Annyira kitűnő, nem? Hát tényleg jó mondat. Egyébként a Népszabi ott szúrta el, hogy kinézte belőle ezt a mondatot. Képzeljétek el, hogy négy sztárügyvéd, a két Bárándi, a Bánáti, meg ezek fognak ez ügyben megszólalni. Most már ott tartunk. Sztárügyvéd? Én különben hadd mondjam el, hogy én hétvégén nem voltam Miskolcon, vagy nem lent, hanem Miskolcon voltam, és találkoztam egy olyan magyar sztárral, aki tett is valamit, mert ma már nálunk mindenki sztár. Úgy hívták az illetőt, hogy Mancs, és nagyon büszke vagyok rá. Ugye figyelj, a Mancsnak speciál nincsen papírja. Tudom, beszéltem Lehoczky úrral, a Mancs tulajdonosával. Ilyen országban nem kikezdték ezt a kutyát, hogy nincs papírja arról, hogy nem tudom én mit. Tehát szóval ez, komolyan mondom, nincs kutya. Nem is szólhat, vagy nem is menthet ettől kezdve? Ő menthet magánszorgalomból, de hivatalosan neki már nincs. Nem. Tehát a Görög Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja a Mancs, csak hogy legyünk valamire büszkék. Hát én ismerek egy kutyát, akit több ezren perelnek, a Grespik, a Csurka, a kutya, akit Bocsi úrnak hívnak, ez a kutya. A Blik szerint Liptai Klaudia ki akarja herélni Jáksó Lászlót. Még egy jó ír! Csak annyit mondjam, műbarni? Nem műbarni, a Klaudia tényleg megütött. A Klaudia egy kicsikét vehemens, és semmi rosszat nem csináltam, csak ugye ébresztgetünk ismert embereket. Igen. De természetesen ebben a dologban... Hát én is megütöttelek volna. Hát, az hogy, egy... de, Laci, hát, hogy lehet vele, miért akart téged a Liptai Klaudia kiherélni, amikor
Már amúgy. Veled már ezt elvégezte ez a szedő. Már természetesen. Mindenszor. De nem, hát én se értem a dolgot. Na, mondd el. De komolyan, annyi történt összesen, egy nagyon helyre kis gangos bérházban lakik, és a dolog... A címét add meg, és akkor megyünk ébreszteni. 6. kerület, és... Oda nem járunk. Igen. És ez a dolog maga egyébként végtelenül indiszkrét. Már az, hogy elmegyünk emberekhez, és akkor ráfordítjuk a kamerát. Egy ment bennünket, én úgy gondolom, hogy senki nem köteles beengedni bennünket. Tehát megnyomtuk a csengőt, és akkor nem jött ki senki, kicsi mozgás, kijött a Claudia, és azt mondta, hogy ha 8 fülem nő, már így az ajtón keresztül, akkor sem enged be, és visszacsoszogott. És akkor én utána még valóban egy 40 percet üvöltöttem ott a gangon, hogy Claudia, gyereket akarok neked csinálni! Mindezt hány órakor? Hánykor? Hajnali 4-kor. A szomszédok mit szóltak? Emiatt balhézik, nem is érzem. Egy szomszéd kiszólt, hogy hajrá, de... Hajrá, Jágsúr, én már túl vagyok rajta, mi? Nem tudom, én nem értem őket. Ilyen hülyeség miatt. Hát a nők nem a legjobb formájukat futják reggel fél 7-kor a gangon. Na de Muci, hát nem kell kinyitni az ajtót. Na de láttad volna Mónikából mit csináltak. Hajnali 2:30-kor elnéztek. Nagyon kedves. 3:30-kor és 4:30-kor. Na de az egy fiatal lány, és jól nézett ki. És a Liptai... Na most a Liptai néni tényleg mérges. Nem láttad az adást? Ott van a te probléma. Nem láttad még az adást. Rosszul nézett ki? Mi? Szóltam, jó Isten, jól nézett ki. Milyen jó nézett ki. Bocs, hogy megkérdezem, de neked az összes ilyen sztárvanökken ott volt a műsorodban, hogy láttad őket olyan pillanatban, amikor nem teljesen tip-topok? Hát láttam, tehát mit tudom, én rendszeresen ebédelek például Claudia Schifferrel, meg Cindy Crawforddal, és ők úgy néznek ki akkor is. De hogy te így ebédelsz? Tehát, hogy ott ül a Claudia Schiffer. Ez neked jobb? Apám, ez jobb, mint a havas. Figyelj! De várjál, és akkor utána találkoztál a Liptai nénivel, és akkor megütött vagy. Nem, konkrétan bejött ugyanabba az étterembe, ahol ültünk a kedvesemmel. Ott ült a Friderikus, a Claudia Schiffer, te. És akkor én, mint kulturált ember, mert ez egy első osztályú nagyon szép étterem volt, és láttam, hogy belépett a Claudia, mondom, bassza meg, és tudtam, hogy baj van. De ezt kinek ajánlottad? Csak... Kell, felkapom a fejem az én, nem? Ez biztos, hogy a Claudia Schifferrel volt? Mert akkor... És a Liptai Claudia Schiffer, és akkor konkrétan nekem esett, és bezavart a buxusba. Semmi különböző. Ez másnap volt, mint ahogy felébresztettél? 3 nappal később valamikor. De nem viccesen? Vicces? Hát vicces volt, úgy kívülről. Csak engem nagyon vert, konkrétan. De tényleg effektíveskor nem volt. Hol? Egy londoni arab napilap szerint Bin Laden mozgósította 10 hasonmását. Erről az Al-Qaida egyik tagja nyilatkozott, aki szerint a 10 alter ego között akkora a hasonlóság, hogy csak az anyajegyek alapján lehet különbséget tenni közöttük. Vajon a Bin Ladennek hol van? Olyan mindegy életem, az a lényeg, hogy a 11. ő legyen. Én is egyszer kértem egy taxit, és akkor oda mentem a taxishoz, és mondtam, hogy én ezt mondta, nem lehet, én a művésznőt várom. Nekem meg azt mondta a benzinkút, hogy becsülesz szavamra, tehát ott most voltál, hogy kértem egy tejet eleben, de ezt érte, azt mondja, művész úr, drága Korda művész úr, úgy imádom magát, legszívesebben a kóstolót nézem. Tényleg? Becsülesz szavamra. A Pali 4 fele nyalt egyszerre, azért ez egy képzeld el, nem tudom, engem senkivel nem tévesztenek össze, hogy ez miért van? New Yorkban a Metropolitan Múzeumban van egy kép előtt egy Pali stílről engem. Azt mondta maga, van egy, vagy nem? Hát az egy New Yorkban nem semmi. Hát hogy az is? Oda jön hozzám, azt mondja, maga nem Békés Csabai? Az a Kállai Feri, drága, talán megbocsátja, járunk a Lukásba, és egyszer oda ment hozzá egy Pali, azt mondta, Kállai úr, hé, ez még egyszer! Kezdel, előről kezdel, na! Hát, ez sem jött a vége is, várja! Azt mondta, Kállai úr, hé, azt mondta Pali, hogy bocsássa meg a Pék, nem, színész vagyok. Azt akkor nem ismerem.
Én meg ott olvasom a publicisztikát. De azt ismeritek, hogy hogy hal meg a kartfogú tigris? Ez lehetted magad. Hol? Na, hogy udvarol a teve? Jajaj. Kell lesz nekem, mint púpa hátamra. Hát ez nagyon jó mondani. Ez már a búcs... Hát ezt mondd el még egyszer. Hogy udvarol a teve? Hogy? A Danubius Rádióban lehet jegyeket nyerni. A telefonszám 061-382-2144. A címünk Budapest 1119, Fehérvári út 8995. Az e-mail cím hetiheteskukac@rtlklub.hu, és a weboldal címe pedig www.rtlklub.hu. Klaudia, szeretnék gyereket csinálni neked. Találkozunk egy hét múlva.